A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Sokan teszik fel a kérdést, mi a siker titka. Azok, akik valamilyen téren már csúcsra jutottak, megpróbálnak erre választ adni. Receptjüket pedig megkíséreljük valahogyan a saját életünkben, munkánkban is alkalmazni. A sikernek lehet, hogy van képlete, de tudjuk jól, hogy az ehhez vezető út igencsak személyre szabott. Nem csak a tehetség számít, kell hozzá akaraterő, kitartás, alázat, és olykor nem árt egy kis szerencse sem. És a világszer! Szia! Jöttem meglepni. Szia! Hallom, hogy nagyon szépen dolgoztam. Jaj, nagyon örülök. Nézd be, milyen erősek a dalok. A vízihez. Úristen. Igen, most ma olyan fiatal előadó művészekhez látogatok, akikben az imént felsorolt tulajdonságok megvannak. Tehetségesek, erős akarat munkál bennük, kitartóak, alázattal viseltetnek szakmájuk iránt. Szerencsésnek is mondhatják magukat, hiszen egy tekintélyes szakmai zsűri egy nagyon erős mezőnyből őket küldte tovább az Erdély Dala döntőjébe. Ma a verseny alkotótáborába, Nyárád Szent Lászlóra látogatok, ahol ezekkel a sokat ígérő fiatal előadókkal találkozom. Kíváncsi vagyok, milyen utat tettek meg eddig, hogyan élik meg ezeket a pillanatokat, és milyen jövőt képzelnek maguknak. Hangolódjunk rájuk! Mi az Erdély Dalának a fő célja, és miért éreztétek úgy, hogy erre szükség van? Az Erdély Dala azért született meg, mert szerettünk volna, hogy legyen egy olyan dal, amit minden fiatal magáénak érez. Az erdélyi magyar fiataloknak nem volt egy olyan dala, amit úgy együtt énekelhetnek, és bárhol találkoznak, és eléneklik, úgy érzik, hogy ez az ő közös daluk, ez és ezért himnusz. Szerettük volna. Nem szeretnénk használni a himnusz szót, mert lévén, hogy fiatalos, és tényleg a fiataloknak szól, ezért nagyon figyeltünk arra, hogy meg se említsük a himnusz szót. Igazából most kezdődik az a része ennek a projektnek, amikor a zenekarok bemutatkozhatnak, megismerheti őket a közönség, azokat a zenekarokat, akik még csak most kezdtek el, akik kezdők. És most a táborban látszik úgy igazán, amikor profikkal dolgoznak, amikor profikkal veszik fel a dalaikat, amikor megtanulják, megismerik pontosan, hogy kell ezt úgy csinálni, hogy ez tényleg olyan nemzetközi szintre lehessen emelni. Nagyszerű élmény itt a táborban látni azt, ahogy fejlődnek közben a zenekarok, a dalok, és maguk az előadók is. Lesz folytatás az Erdély Dalának? Eredetileg, mikor ezt kitaláltuk és elindítottuk, úgy szerettük volna, hogy egy dal legyen ebből. Ezért nem szeretnénk évente megszervezni, viszont annyira jók a visszajelzések a támogatók részéről, a zenekarok részéről, a közönség részéről, hogy attól tartok, ki fog alakulni az igény, hogy még egyszer megszervezzük, legalább még egyszer. Valahogy így csúsztasd fel, hogy egy kicsit felvezesse azt, hogy fellépsz a következő verzénél. Vidéki házában entem. Szalám a takon, a császerce. Mágia! Kelemen a szóba bujkál. Mindenli Moszorkán. Moszorkány! A zenekarnak az volt az első filozófia, amikor megalakultunk, hogy csak saját dalokat játszunk, úgyhogy az első évben nem is volt egy koncertünk se, hanem csak a repertoárnyi dalt gyúrtuk össze. Ára törekedtünk mindig, ahogy megvolt pár dal, ami ki volt dolgozva olyan szintre, hogy felvejessük, akkor fel is vettük az első kislemezünket. Ez 2018-ban volt. 2020-ban a másodikat, és most felvettük az első nagy lemezünket is. Tehát próbáltunk konstansak lenni a produktivitásban, és próbáltunk megújulni. És azt hiszem, hogy egy elég nagy utat jártunk be a kezdetekhez képest. Hello.
ugye ez az a... Itt? Mit adhat nektek ez a verseny? Egy nagy szakmai hátteret. Mi mindig csak magunkra dolgoztunk a dalokon, és egy külső fül, főleg a szakmában elismert mentorok jöttek ide segíteni, akik amellett, hogy milyen múlttal rendelkeznek, nagyon közvetlenek velünk, és nagyon sok pozitív véleményt is kaptunk tőlük, és nagyon sok konstruktív véleményt is. Mi tudunk dolgozni. Ez a tábor nekünk egy ilyen szakmai növekedést jelentett. Nem feltétlenül mit adhat a verseny, hogy már kaptunk egy csomó mindent azzal, hogy beleláttunk, hogy egy külsős, egy objektív szemmel. Úgyhogy igen, mindenképpen ezt beleépítjük a munkánkba. Mit érzek majd a kárjányítok. Szerintem az nagyon-nagyon erős sor, hogyha nem érted, hogy mit érzek, hogy én oda még bevinnék valami, és hogyha nem érted, hogy mit érzek. A külső személy nélkül nem tud mindig kialakulni egy összhang a zenekaron belül, hogy melyik a helyes út, amelyiken menjünk, és a külső hangok megerősítenek pár véleményt, és akár megcáfolnak másokat. Természetesen emellett mindig próbálunk önazonosok maradni, olyanok, amilyennek mi vagyunk. Nagyon sokan hosszú évek munkájával jutnak el oda, ahova ti, ha jól tudom, 2020-ban alakultatok, 2 év leforgása alatt eljutottatok. Nagyon nagy dolog. Mi kell ehhez, szerintetek? Hát még plusz, kb. 5 év pluszba. Mert nekünk az igaz, hogy 2020-ba kezdtük így zenekarügyileg, de már előtte nagyon sokat zenéltünk együtt. 2015-ben jöttünk össze így mi hárman igazából, Endre, Zsuzsi és jó magam, és aztán Ábelt 2020-tól vettük be a csapatba, és úgy látszik, hogy ő hozta a szerencsét is, mert akkor lőttünk ki igazából. Mennyire lehet szerintetek az erdélyi palettán boldogulni? Szerintem a műfajtól függ, hogy mennyire lehet kibontakozni, és hogy a fesztiválok mennyire befogadóképesek. Vagyis a popot az több ember szereti, több ember meghallgatja, és a fesztiválok is ezeket keresik, inkább meg ezeket az őrültebb műfajokat, ahol így fel vannak szabadulva a színpadon, és forog a, megy az élet. De most már szerintem egyre jobban támogatják a fiatal feltörekvő zenekarokat is, jó példa erre az Erdély Dala, tényleg, és még mi nagyon sok tehetségkutatón részt vettünk már, ilyen volt a Siculus, a Peron Music, a legszebb erdélyi magyar dal, mert tavaly ilyen is volt, és tényleg látszik, hogy van egy kezdeményezés, és odafigyelnek mostanság a fiatal tehetségekre is. Sokat segít egy ilyen fajta vagy típusú verseny az előre menetelbe? Szerintem mindenképp sokat tud segíteni, mert olyan emberekkel találkozol, akik segítenek minden tudásukkal, ahogy tudnak, és rengeteg lehetőséget nyújt. Csodálatos művek születnek, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon gratulálok. Azt kívánom nektek a színpadra, hogy legyetek önmagatok. Amikor kiálltok oda, akkor azt el kell hinni magatokra, hogy ti a legeslegjobbak vagytok. És ezt így szépen. Milyen lehetőségnek tartottál az erdélyi fiatalok számára ezt a versenyt? Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos lehetőség, mert kapnak egy platformot, amin keresztül nagyon sokan meg tudják ismerni ezeket a produkciókat, és el tudnak indulni akár egy magyarországi karrier felé is. Az az út, amin ti végigmentetek addig, amíg egy elismert zenekar voltatok, az milyen volt? Az szerinted mennyire volt nehéz, és mi vár rájuk most, jelenleg? Minden zenekar más, és mindenkinek más az útja, külön-külön is. Azt gondolom, hogy ha valaki zenészként képzeli el a karrierjét, akkor mindenképpen rögös lesz az út. Tehát olyan nincs, hogy legalábbis nagyon ritka, hogy egyszer
pak, így kipattam valami, és fél év munka után valami nagyon híres lesz és elismert, akkor azok általában rövid távú karrierek szoktak lenni. Hogyha most azt mondom, hogy üzenj nekik valamit. Szerintem a buktatók szükségesek, mert nagyon sokat tudnak formálni az emberen, és próbáljanak mindenből tanulni. Hát nyilván, hogyha van egy buktató, akkor egy negatív erő keletkezik. És azt az élményt formálják át valami olyanná idővel, ez nem tud rögtön lenni. De formálják át olyan dologgá, ami tudja őket építeni. Jelentkeztetek a versenybe. Láttuk a hirdetést, és úgy gondoltuk, hogy ez egy remek lehetőség arra, hogy a zenénk nagyobb közönséget is elérjen. Mennyire lehet felvenni erdélyi zenekarként a versenyt, mint egy magyarországi zenekarral? Szerintem kérdés nélkül fel lehet. Annyi lehet a különbség, hogy talán egy minimális mennyiséggel több lehetőség van Magyarországon. De hát látjuk, hogy most is itt vagyunk. Ez egy csodálatos lehetőség, olyan szintű lehetőség, amit Magyarországon is nagyon-nagyon kevés van. Nyilván benne van ez az is, hogy a Kárpát-medencét szólítja meg egy magyar nyelvű zenekar. Ott több magyar ajkú ember van, ergo több embert is hamarabb meg lehet szólítani. Ott van az internet, ami igazából teljesen mindegy, hogyha Tokióból, vagy Kairóból, vagy akárhonnan posztol az ember, magyar nyelven, magyar emberekhez el fog jutni. Milyen mentális és lelki teher ilyenfajta megmérettetés egy zenekar részére, vagy akár tagunként? Ti hogy élitek meg? Tehát mennyire kell strapabírónak lenni? Nem feltétlenül nagy teher, szerintem ezt mindenki örömnek fogja fel. És talán így is dolgozunk most olyan pillanatban, hogy mi élvezzük, nem feltétlenül. Meg nincs is ez a hangulata a tábornak, hogy na most ez egy verseny lenne. Itt zenészek gyűltek össze, akik ugyanazért élnek, halnak, és akikből barátok is barátokat szerzünk, és tényleg nincs egy ilyen boxmatch hangulata az egész. A lényeg az instrumentálisnak, vissza a refrénnel, akkor a refrén után jön egy botfent, aztán jön megint egy refrén, ott dupla a refrén. Nem, szerintem az, hogy már egy picit sok. Instrumentális rész, vége van, jön a refrén, hallottál-e rólunk, akár jöhet együtt egy botfennel együtt is jöhet, de jöhet úgy is, ugye hallottál-e rólunk van kétszer, aztán jön az botfent. Az is lehet, hogy instrumentális rész, utána hallottál róluk kétszer, és aztán az ott fent fölmegy magasra. Milyen érzések kavarognak most benned? Sok hatás ért, nagyon intenzív 3 nap volt, és igazából egy pozitív hatása volt ennek az egésznek, tehát sokat tanultam, és a dal is sokat formálódott. Még nincs vége, tehát még dolgozunk rajta egy picit, de úgy érzem, hogy egy jó irányba haladt el, és egy jó formáját öltötte fel a dal maga. Borzasztóan lefáradtam, mert nagyon intenzív, de ennek ellenére meg fel is töltöttem, tehát sok pozitív hatásért, és így emberileg is, tehát sok ihlettel így megtöltöttem, hogy így, amit érzek most, hogy mikor hazamegyek, akkor a munkámra is ez hatással lesz. Jó.
hegedűművész vagy, mennyire kell ez a fajta alap a zenei pályához? Alapvetőleg a könnyű zenei pályához nem feltétlenül szükséges a legmagasabb technikai tudás. Viszont én mindig azt mondom, hogy a klasszikus zene az alap, és azt játszani, az megtanítja a legmagasabb szintű technikai tudást, főként egy ilyen hangszer, mint a hegedű. Számomra ez nagyon hasznos, mert hegedű ez egy nehéz hangszer, és érvényesülni vele akár a könnyű zenei iparban is kell tudni rajta játszani, és nekem ez nagyon sokat hozzátett. Mennyire lehet felvenni így most ebben a formában a versenyt egy teljes mértékben könnyű zenei produkcióval? Nehezebb dolgod van? Természetesen igen, mert alapvetőleg már a zenei nevelés, amiben részesültem, az emberileg is engem úgy formált, tehát hogy a komoly zenei tanulmányokat végeztem, az kicsit így komolyabbá tett ilyen téren, és nem vagyok mondjuk olyan felszabadult, mint aki nem komoly zenében kezdte el ezt az egészet, hanem könnyű zenében foglalkozott egész életében, és ilyen közegben is volt. Bennünk egy kicsit ilyen komolyságot nevelnek, ami nem rossz, viszont abban a mértékben nem is olyan jó, amiben mondjuk felnevelnek egy teljesen klasszikus zenészt. Ez nagyon jó lett. Ez nagyon izgalmas. Mi fülembe mászunk, megbabonázunk. Ez a dal. Régi motorosok vagytok. Mégis miért jelentkeztek akkor egy ilyen versenyre? Egy dalt keresnek. Ez jó. Ez nekünk tetszett. És igazából nem szándékoztunk jelentkezni, de úgy hozta a sors, hogy egyik alkalommal, amikor leültem dalszöveget írni, akkor véletlenül egy ilyen erdély dala jellegű dalt kezdtem el írni, és akkor úgy döntöttünk, hogy ez egy jel. Szerintem egy nagyon jó lehetőség. Szeretnénk minél több emberhez eljutni, eljuttatni a dalainkat. Csak jöjjön a nyár, mit a szemedben látok, ez a tájcsupa bár. Mennyire nehéz megtartani egy színvonalat, amikor elér egy ember egy adott pontra? Talán ez az interjú nem lesz elég ezt a témát kifejteni, főleg azért, mert ez, hogy most mi milyen színvonal, ez ugye nagyon szubjektív. Például alkotó vagy egyáltalán előadó emberként az ember azért amúgy úgy érzi, hogy sosincs eléggé azon a szinten, ahol lehetne. Meg bennünk szerintem van egy adag ilyen perfekcionizmus, amit nem ártana valamilyen szinten legyőzni vagy félretenni. Viszont nem nehéz a színvonalat megtartani, és igazából mi nem próbáljuk rangsorolni a dolgokat, hanem egyszerűen csak azt csináljuk, ami éppen akkor pillanatnyilag érdekel. Ezért is van az, hogy a zenénk nagyon sokszínű, és nagyon eklektikus, és most ez egy pop dal, mert úgy gondoltuk, hogy ez tényleg egy jó alkalom lehetne esetleg rádiókba bejutni, mert az eddigi muzsikáinkat, azokat elég réteg zenének szokták besorolni, és az pedig nem egy annyira tág közönséghez juthat esetleg, vagy szólhat esetleg. Hol van már a földben a hó, torkomban dagad a szó, ami most itt ragad, belőled rám tapadt ez a dallam. Itt vagyunk, ahol változtatunk? Megyünk vissza még ide. Jó. Amiatt, hogy egy szimmetria legyen az első és a második verse között, persze ez nem kötelező, lehet ez koncepciózusan így is, csak nekem valahogy az, hogy ez a hely... Igen, én is úgy írtam, hogy először az jön először. Nekem az egy erősebb kezdés, uh-huh. Ami szép. Meg lehet élni Erdélyben a zenélésből? Nem tudom, de erre törekszünk. Nem, igazából az van, hogy szerintem bármiből megélhetsz, amit komolyan csinálsz. Azt kell megértsék az erdélyi emberek és az erdélyi zenészek is, azt kéne megértsék, hogy az a legfontosabb, hogy komolyan csináld. Tehát, hogyha zenész vagy, akkor légy zenész. Ha hobbiból csinálod, ne számíts olyan eredményekre, mint mit tudom én, mint azok, akik csak ezzel foglalkoznak. Mert ugye Erdélyben van egy ilyen, hogy hétvégente zenélünk, s hétközben dolgozunk. De zenészként hétvégente zenélsz, hétközben csak zenével foglalkozz, ha meg akarsz élni belőle. Viszont ez mindenre érvényes, ez nem csak a zenére. Nem kell alternatíva? Ne! Ideális esetben nem kell. Milyen út vezet idáig? Egy hosszú út, ami
gondoljuk, hogy ez egy folyamatos út lesz továbbá is, további fejlődésünkben. Rengeteg próba, rengeteg koncert, kisebb, nagyobb, rengeteg kudarc is kell ehhez. Úgy boldog pillanatok, amiket együtt élünk meg a zenélések által, vagy csak az esti mulatozások által, mint a konfliktus helyzetek, amiket meg kell tudni oldani. Meg a sok utazás. Megtanuljuk magunkat, egymást, hogyan tudunk jól együttműködni. És most úgy érezzük, hogy egy jó lelki állapotban vagyunk. És még hogyha vannak kisebb, nagyobb összetűzések? Döccenők. Súrlódások. Jól vagyunk, és így szeretjük egymást, azt is, amit csinálunk, és vagány. Mennyire lehet ezt a tempót például lelkileg, meg mentálisan utolérni? Úgy érezzük, hogy ez így lépésről lépésre történik, és már nekünk nem tűnik ez egy annyira nagyon gyors folyamatnak, mert hozzászoktatok az eddigiek által. Valahogy próbáljuk ezt itt tanulni, hogy hogyan tudunk minél inkább jelen lenni, és akkor ez ugye egyre könnyebben megy a váltás. Tehát megtanulni gyorsan váltani, hogy most épp stúdiózás, utána pedig egy fél nap pihenő, hogyha úgy tetszik, és utána meg próbálunk tovább. Mennyire lehet Erdélyben zenészként, együttesként megjelenni, elérni dolgokat? Tavaly télen próbáltuk ki magunkat úgy igazán így az új felállásban, és egy pár nagyobb erdélyi városban tartottunk koncertet, a budapesti Grabowski zenekarral, és elmondhatjuk, hogy mindegyik kocsma teli volt, szóval szerencse is kell, meg nem tudom, jó dalok. Szóval, hogy így nem tudjuk ezt. Igen, meg folyamatosan én úgy látom, hogy van egy fejlődés nem csak a zenekaruk, hanem a közönség terén is, tehát egyre inkább kezd kialakulni itt is ennek a kultúrája, és befogadóbbak az emberek az új zenék, új irányzatok felé. Egyre jobban az nyilvánvaló, hogy érdekli az embereket az, hogy új zenéket ismerjenek, meg új stílusokba belehallgassanak. Igen, főleg így a Covid után azt vettük észre, hogy itthon sokkal nyitottabb lett mindenki arra, hogy eljárjon koncertekre. Fellélegzés volt szerintem mindenkinek, az a sok idő bezártság után így volt egy nagy kívánkozás a koncertekre szerintem az emberekben. Azt éreztem én személyesen is, és gondolom, hogy ezen sokan osztoznak. Röviden annyit tennék hozzá, hogy mi ugye ez az egyetemista generáció vagyunk, szóval viszonylag megtölteni egy kocsmát, amikor koncertezünk, az most így könnyű. Amit érzünk viszont, hogy nálunk már fiatalabbakhoz eljutatni a zenét, ahhoz kellene egy jó marketing, meg egy jó stratégia online jelenlét, amiben szintén mi most még úgy nagyon kezdők vagyunk, de nyitogatunk. Harmonizál veletek az, hogy egy picit ilyen népiesebb, főleg a végén. Ja. Ez meglepően organikus. Nagyon jó, nagyon jó. Csak annyit mondtad, hogy kívánok nekünk a csillag. Mennyire tettek fel mindent egy lapra erre? Hát szerintem ez a kettőnknél különböző. Én már mivel elkezdtem, már másodéves bölcsész vagyok, nem teljesen ebbe az irányba gondoltam az életemet, viszont engem már gyerekkorom óta végig kísér a zene, tehát lassan 10 éve zongorázok, gitározok, orgonál minden hangszeren, zenéket írok már 7-8-os korom óta. Látom jövőmet ebbe, persze nehéz az igazság, meg kell találja az ember az útját. Amiért csinálom, az azért, mert célom van vele, és bízom a célomba. Én is gyerekkorom óta foglalkozom a zenével, és ugyanúgy vele nőttem fel. Ez egy szerelem. Igen, így is mondhatjuk, hogy igen, ez szerelem lett. Viszont az én részemről egy kicsit nagyobb a tét feltéve a lapra, ugyanis én most kezdem az egyetemet Kolozsváron a Bábesbolyai Zeneművészeti szakon, és akkor így ezzel pedig próbálom kicsit mérsékelten dinamikába hozni ezt a versenyt is, és ugyanúgy az, hogy kicsit komolyabban átlássam magát az elméleti, mint elméleti szinten, mint pedig tapasztalati szinten a zenét. Úgy, teljesen. Ezen illaton abban, ahogy fényárnyal énem, vedi ki magára az éjszaka álmát, reggel szól a virányra. Mit
történik akkor, hogyha buktatók vannak? Nem mondanám azt, hogy nagyon elkeserítenem minket bármilyen buktató legyen. Persze nem esik jól az embernek, viszont olyan téren vagyunk a zenébe, amit azért csinálunk, mert szeretjük. És ugyanúgy jóval, rosszal, hát benne vagyunk, ezt csináljuk, szeretjük. Ha buktatók vannak, akkor kicsit szomorkásan, de tovább megyünk vele. Ha esetleg fenn vagyunk, akkor nagyon ülünk neki, de csináljuk, és ez a lényeg. Ha rossz, ha jó. Bennünk van a céltudatosság ezzel a versennyel is kapcsolatban, viszont hajt minket a láz és az, hogy ott legyünk. És igaz, hogy kezdetleges a zenekarunk, és kezdetleges az, amit magában csinálunk, viszont megvan a feelingje. Még nem jelentkeztünk sok versenyre, összesen kettőre, de eddig mind a kettőn tovább jutottunk. Egy csomó mindenen túl vagy, te és a zenekarod, ami most a fiatalokra vár, akik itt vannak a döntőbe. Mi vár rájuk? Hát azt így megjósolni, én nem tudom. Hát de azért van a hátad mögött tapasztalat. Igen, de minden zenekarnak más az útja. Én nagyon remélem, hogy mindegyikük megtalálja azt az utat, ami nekik való. És egy csomó olyan tök jó beszélgetésre volt itt lehetőség a táborban, amikor egy kicsit talán bepillantást nyújthattunk Zsófival abba, hogy milyen egy zenekari dinamika, meg sokat meséltünk arról, hogy mi hogy működtünk, és egyik út sem könnyű, de hosszú távon lehet, hogy a kicsit nehezebb út az jobban megéri. Mennyire nehéz napjainkban előadó művésznek lenni, zenésznek? Hát vannak nehézségei, én soha nem csináltam mást, úgyhogy nem akarok viszonyítani, hogy ez nehezebb vagy az nehezebb. Minden szakmának megvannak a nehézségei, meg egy olyan időszakban élünk, amikor sok mindennel kell a hétköznapokban is szembenéznünk. Ez a válságos helyzet, ez most semmiképp nem segíti elő a szórakoztatóipart, hiszen az egy luxus cikként van kezelve, ugye mi az emberek azok, hogyha spórolni kell, akkor abból vesznek először vissza. Pedig szerintem nagyon fontos az, hogy a kultúra, a popkultúra életben maradjon, az embereknek a lelkének szüksége van a zenére, a művészetre, és ez nagyon jó, hogyha ez nagy rendszer szinten egy kis támogatást kap ez a zeneipar. És vannak olyan programok, mint akár most az Erdély Dala, amik nem hagyják, hogy a fiatal zenekarok csak úgy legyenek és eltűnjenek, hanem kellenek ezek a lehetőségek, ahol olyan emberek, akik tényleg szívből zenélnek, azok megmutathatják, hogy léteznek. A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.